Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki így ebéd után még tudott maradni, és próbálok majd olyan úgy beszélni, hogy ne nyomjon el senkit az álom a jógulyás után. Hát ökogazdag képzésen vagyunk, de AKG-ról kell, hogy beszéljek. Az első az, hogy gyakorlatilag ettől a ciklustól kezdve a két dolog külön vált. Tehát korábban egy jogcímen ment, és egy kifizetési helye volt az AKG-nak a biogazdálkodás. Most viszont külön jogcím, és azt hiszem az ökogazdák nagyon nagy öröme, mert így nem volt lehetőség pénzt átcsoportosítani, mondjuk ahogy régen csinálták az integrált szántóra, vagy most a horizontális szántóra, hanem maradt az ökonál, és így aki az ökogazdálkodást választotta, azok nagy része, sőt azt hiszem döntő hányada nyert is. Magáról az AKG-ról létezik egy klasszikus besorolása az országnak, területi felosztása, ami egy ilyen hármas osztatú, ahol azt mondja, hogy intenzív mezőgazdasági meghatározottságú terület. Ide sorolták azokat, ami magas aranykorona értékű, jó termékenységű talajok vannak, és gazdaságosan lehet rajta konvencionális termelést folytatni. Van a vegyes, ami nem volt se ide, se arra sorolható, és van az ökológiai meghatározottságú területek. Tulajdonképpen az AKG-t, amikor kitalálták, annak az lett volna a lényege, hogy egy adott országon, adott tájegységen belül az ökológiai meghatározottságú területeket is, amelyek nem olyan jó termőképességűek, de fontos a vidéki lakosság megtartása, a vidéki életminőség javítása céljából, és fontos a táj fenntartása szempontjából, hogy annyi kifizetést kapjanak az emberek, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez kifizetés és nem támogatás. Bár mindenki támogatásnak, vagy mifelénk túlzokos pénznek hívta, de az a lényege, hogy azért kap a gazdálkodó a társadalom egészétől, és ebbe az uniót vegyük bele, tehát nem a magyar társadalom, hanem az európai közösség társadalmának az egészétől plusz pénzt, maradjon otthon, tartsa rendben a tájat, és lehetőleg a környezet és a természeti értékek megóvásába aktívan segítkezzen. Ez úgy tűnt, amikor indult az AKG, hogy szembe azzal a rendszerrel, amikor a környezet és természet megóvását törvényekkel, tiltásokkal próbálják megvalósítani, sokkal jobb, amikor egy anyagi ösztönzéssel érik el ugyanezt. Hát amit vetitek, ezek szemelvények, kiemelt szövegek a mostani AKG programmal kapcsolatos Nemzeti Agrárkamarás kiadványokból. Elég hivatalos a szöveg, el fogok tőle néhol térni, de igyekezek politikailag korrekt maradni, mert ez a korrekt szöveg. Tehát mi a agrárközlet gazdálkodási támogatás célja? A vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezetállapot, mezőgazdasági eredetű közveti terhelés csökkentése, és a természeti erőforrások fenntartható, használatlan apró mezőgazdasági gyakorlat erősítése. A zonális programok azért sokszor nagyon speciálisan természetvédelmi célúak, ez nem elég korrekten fogalmazza, de magánál a programok leírásánál ott azért nagyon látszik. Kiemelten támogatja még, és akkor itt jön be a természetvédelem, a biodiverzitás megőrzését, a természet, a víz és a talajvédelmét. Hát a klímaváltozás elleni küzdelmet azért nem nagyon láttam viszont a programcsomagokban, de jó hangzik, tehát ezt leírták. És a termelési szerkezet változtatását, közvetudatos gazdálkodás. Amit az előbb elmondtam, itt is rögzíti a kötet szerzője is. Tehát ez nem támogatás, hanem többet vállalások a kifizetés. Na most a rendszer nagyot változott, majdnem úgy, mint amikor az uniós támogatási rendszerre átértünk. A változás első lépése az volt, hogy egy évig senki se kapott pénzt. Ez 2003-ban is így volt, hogy egyik rendszer a másikra átállásnál, aki nem vigyázott és rosszat x-elt be, az kiesett a korábbi támogatásból, az újban még nem tudott belépni, csak egy évvel később. Aki rafkósabb volt, az azt mondta, maradok a régibe, de mivel rájöttek, hogy kevesebb adtak a régibe, azokat automatikusan átléptették, de ők még egy évig kaptak pénzt. Na most ehhez képest, most is kimaradt egy év, mert 2015-ben nem lett az AKG meghirdetve, tehát aki benne volt, az azért most érzi a zsebén, hogy az a pénz ebben az évben hiányzik. És az egész rendszer változott. Miben változott? Alapjaiban ott változott,
hogy korábban az MVH-hoz benyújtott kérelem alapján az államigazgatás jog szerint határozatot hozott az MVH, és a határozatot azt a megfelelő keretek között meg lehetett fellebbezni, illetve a számonkérés is eszerint történt. Az új rendszerben pályázat van, aki megkapta az értesítést, hogy nem nyert, de látja, hogy valamit elírtak. Én is láttam olyat, mi nyertünk, de ugyanakkor látom, hogy nincs állatunk. Közben meg van, vagy 500, de valamiért, aki kiértékelte, az elnézte. Na most kifogást lehet benyújtani, amit majd megtárgyalnak, vagy nem, de nincs határidő, mint az államigazgatásban. Aztán a kifogást nem fogadják, akkor lehet a bíróságra menni, és ha jó bírót fog ki, aki sűrűn tesz ki tárgyalási napokat a kliens, akkor lehet, az AKG 5 évének harmadik éve vége felé már majdnem igaza lesz a bíróságon. Tehát igazából ez a rendszer eléggé bebetonozza azt az első napi állapotot, amikor kijött, hogy nyert, nem nyert. Nem tudom, mennyire látszik, itt a felépítést próbálták összehasonlítani. Tehát az a lényeg, hogy vannak változások, és a korábban, akik magosztagok, azok emlékeztetnek rá, minden magosztgyűlésen az integrált szántóban nagyot nyert nagy gazdálkodók voltak a mumusok, vagy ők vitték el az AKG pénznek több mint 50%-át. Na most a horizontális szántó van helyette. 2010-ben a magosztagok arra szavaztak, hogy ne legyen tovább integrált szántó, és ne a nagyok nyerjenek. Nem is volt integrált szántó, horizontális szántó lett, és a nagyok nyertek. Tehát 50%-át vitték el a támogatásnak. A statisztika szerint, amit az éjjel olvasgattam, korábban ez az integrált szántó 20%-át vitte a támogatásoknak. Tehát arányaiban a szántóföldi konvencionálishoz leginkább hasonló gazdálkodás kapta most is a legtöbb támogatást. És akkor látszanak itt még összehasonlítások, hogy extenzív gyepgazdálkodási célprogram, ezt most horizontális gyepnek hívjuk, vagy lent látszik ilyen, hogy korábban volt a gyepgazdálkodás élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram, most ez meg lett bontva, és van belőle hegy és dombvidéki madárvédelmi gyep tematikus előíráscsoport. Gondolom, itt a Berekben sokan pályáztak el, mert sok a hegy, mert a haris védelme miatt általában ezt húzták rá, hogy mi értelme volt, az talán csak annyi, hogy így csak július 15-től lehet kaszálni, ami egy állattenyésztő számára gondolom sokat elmond a szakértelméről annak, aki ezt a dolgot összeállította, hiszen az a takarmány már szállástakarmány értéktelen, amit július 15-én lehet kaszálni. Megjelent viszont a alföldi madárvédelmi gyep tematikus ugyanebbe, valamint a nappali lepke védelmi gyep program. Erre, hogy néztem az éjjel, kevesebb mint 20, nem tudom hányan pályáztat, de kevesebb mint 20 nyerték. Tehát megfeleltethetőek egymásnak a programok, de egy kicsit eltér, nem teljesen ugyanaz. Következő kérdés, hogy mit támogat az AKG? Tehát gyakorlatilag, amit korábban elmondtam, azokat a többlet tevékenységeket, ami a környezet, természet, az egészséges életünk megóvására irányul intézkedés, többletintézkedés a gazdálkodásban. Ez a gazdálkodónak többletköltséget jelent, és korábban úgy volt, és azt hiszem most is ez maradt a logika, hogy hozzáértő tudós emberek megvizsgálták azt, hogy azok az előírások mennyi többletköltséget jelentenek a gazdálkodóknak, amit a programja be kell tartani, és akkor, hogy a banki kamatok fölött legyünk, 20% ösztönzőt még rászámoltak, hogy legyen kedve a gazdának ebbe belépni. Kit támogat? Aktív mezőgazdasági termelőt. Beleférnek a spekulánsok most is, csak most már van jogi kerete annak, hogy ki az aktív. És a feltételek azt hiszem ismertek, tehát ezek az anyagok azért leginkább a AKG roadshow-kon hangzottak el, hogy lépjenek be az embereket, csinálók. De látszik, hogy egy hektár terület gyümölcsös fenntartás, előírásválasztás esetén maximum 2 hektárt támogattak, hiszen óriási a támogatási összeg, ugye emlékszem 8-900 euró per hektár az alma termésűeknél. És ami nagyon érdekes, már beszéltem a zonális programokról, gyakorlatilag ez is egy nagy lutri volt, mert a program meghirdetés előtt 2 hónappal is, még ha valaki felment a MEPÁR-ba, nem látta, hogy milyen zonális programokat tud majd választani. De az volt a lényeg, hogy nem az határozta meg, hogy valaki harisvédelmi programba, tehát a hegyvidéki gyepbe indul, hogy ott van-e haris vagy nincs, hanem hogy a MEPÁR-ba a főmű munkatársai hogy jelölték ki, hogy ha azt jelölték ki, hogy az támogatható ebbe a programba, akkor abba a blokkba,
akkor az választható, ha nem, akkor nem. Tehát gyakorlatilag, aki adta be a AKG-t, meg most a területalapot, találkozott vele, gondolom, a falugazdásznál, vagy a szaktanácsadónál, hogy voltak választható programok, amik az AKG-t csinálta, és most is arra tudtam már beadni a kifizetési kérelmet, de blokk szinten van lehatárolva. És a másik, a kettős finanszírozás eltörése véget, azok a területek, amit valaki AKG-ba bevitt, az egyértelmű, hogy ökológiai gazdálkodás keretében támogatást nem kaphatott, tehát vagy ez, vagy az. Egy sztori még, egy barátomat idézném, hogy mi a különbség az AKG-ba gazdálkodó meg az ökogazdálkodó között. Aki ökogazda, ő azt mondta erre, hogy az hisz is benne, hogy ez jó a környezetnek és jó a természetnek. Aki AKG-s, az abban hisz, hogy több pénzt akar. Tehát, de a jóindulatú AKG-sokból nagyon sok későbbiekben átlépett ökogazdává, aki ezt komolyan is veszi, de való igaz, ez látszik, hogy az AKG-ban pályázók 5 éves ciklusokban gondolkodnak, addig az ökogazdálkodás egy életforma, aki azt választotta, az gondolom, hogy aki csinálja, tudja, vagy látja a szomszédját, hogy az nem csak arra megy, hogy kiszámolta a falugazdásszal együtt, hogy így lehet maximalizálni a jövedelmet egy hektár földön, hanem azért csinálja az ökot, mert úgy gondolja, hogy valamit tenni akar a saját egészségéért, a barátai és a családja egészségéért. Ami lényeges volt még a pályázatkor, voltak ilyen környezeti elemek, azt minél magasabb hozzáadott érték volt, annál több pontot kapott, és nagyon fontos a földhasználat, hogy lehetőleg az 5 évig végig meglegyen. A hogyan támogat kérdése, vissza nem térítendő területalapú támogatást nyújt, tehát gyakorlatilag egy általány támogatást, nem kell vele szembe állítani számlákat, mint mondjuk egy beruházási támogatásnál, és amit itt újra hangsúlyozzák, amit mondtam, hogy a kieső jövedelmet kárpótolják. Most a nagyon nagy változás az új AKG-ban a korábbihoz képest, hogy a korábbiban, aki benne volt, az emlékszik, hogy úgy volt, hogy voltak horizontális csomagok, és voltak a zonális csomagok. A zonális csomagok fixek voltak, tehát vagy ette, vagy nem ette, vagy ezt választotta, vagy nem. Addig, amíg mondjuk már Angliában, ott úgy ment, a falmalapú támogatás van, tehát egy szakértővel együtt a gazda megnézi, hogy milyen természeti környezetértékek vannak a farmján, sőt Ausztriában is egy ilyen vastag könyv van, fellapozzák, hogy akkor ez az érték, ennek a megóvása az ennyi euró, ez ennyi euró, beárazzák. Ez nekem nagyon tetszik, mert a fiatal agrármérnököknek munkát ad, mert 4-5 gazdánként kell egy tanácsadó, aki ezt viszi. A másik az, hogy sokkal finomabban lehetővé teszi a környezeti természeti adottságokhoz való igazodást a támogatásokba is. Na most már Magyarország is elindult ezen az úton. A zonális csomagok úgy állnak össze, hogy vannak a kötelezően választandó elemek, amit én kötelezőnek mondanék inkább, ami megegyezik a korábbi csomag dolgaival, és lehetett hozzá választani intézkedéseket. Ezek a választható intézkedések, ezek be voltak jól árazva, és azok a szépen hangzó számok, amik a AKG-s rúrsókon elhangzottak, azok általában mindig azért voltak a magas összegek, mert azért mindent be kellett vállalni, ami viszont szinte lehetetlenség, de azért így is komoly a támogatás. Évenként kell benyújtani a kifizetési kérelmet, a maga a szerződés, aki már megkapta, bocsánat, támogatói okiratot kapott, támogató levelet, nem is tudom most írni, okirat. Tehát a támogatói okirat az 2020. december 31-ig szóló kötelezettségvállalást fogalmaz meg. Hát ezt nem ragoznám tovább, mert azt ígértem, hogy keveset beszélek. Megint egy érdekes statisztikai adat. 2002-ben indult Nemzeti Agrárközvetvédelmi Program címen ez az egész. A Unióba készültünk, próbáltuk átvenni az ottani módszereket, ez még hazai pénzből ment. Gyakorlatilag 148.627 hektárra jelentkeztek gazdák, ez zömében a mostani zonális területeire este, és támogatottak száma 2.493 ember, ahogy látjuk, körülbelül minden második igénylő nyert területarányosan, de létszámarányosan is.
Aztán megkedvelték az emberek, a következő évi meghirdetéskor közel duplájára emelkedett a támogatott terület nagysága, és bejöttek az uniós pénzek, 2004-től 9-ig újdonság volt. Ja, bocsánat, egy dolgot elfelejtettem, tehát viszonylag azért kevés még 2003-ban is ez a pénz, mert azok a nagyüzemek, akik a konvencionális gazdálkodásban gondolkodtak, azok úgy kinevették, hogy mit bohockodtok ti ezzel, nem is vették komolyan az egészet, tehát ez általában a közép és a kis gazdaságok, meg a környezet iránt elkötelezett nagyobb gazdaságoknak volt a programja. 2004-től 9-ig ott hirtelen azt mondja, hogy négyszer, négy és félszeresére növekedett az igényelt területeknek a száma. Ez köszönhető volt annak, hogy ez az összeg akkoriban viszonylag magasnak számított, hiszen az uniós terület alapú támogatásnál magasabb volt az AKG összege, mert az uniós támogatás, ha jól emlékszem, 5 vagy 10%-os lépcsővel emelkedett évente, úgy érte el a tavaly előtt a maximumot. Tehát akkor ez nagyon jó pénznek számított, és a rendszert korábban kinevető nagygazdaságok is rástartoltak a pályázatokra, a pályázati lehetőségre, főleg azért, mert az integrált szántó keretében meg is nyílt a lehetőség arra, hogy ezt megtegyék. Aztán 2009-re olyan magas lett a terület alapú támogatás, hogy nagyon sok nagy gazdálkodó, vagy aki vonzódott a konvencionális gazdálkodáshoz, úgy döntött, hogy nem pályázik AKG-ba, mert így is elegendő a támogatási szint ahhoz, hogy egy intenzívebb termesztési technológia mellett több jövedelmet szedjen le, mint hogyha ezt az AKG korlátozások betartásával tenné. Illetve volt a programban egy nagyon rossz, a száras takarmány, a pillangó száras takarmányok kapcsán olyan előírások voltak, tehát amikor a Lucernát először június 15-én lehetett kaszálni, a komoly állattartó gazdaságok mindenki kifarolta, aki tehette az AKG-ból, mert addigra úgy tönkrement a lucernája, hogy nem tudta komolyan takarmánynak használni. Gyakorlatilag egy kaszálás elveszett. Hát ebből elég kevés látszik, nem tudom, hogy hátul mennyire, semennyire. Itt próbáltam az előírás csoportokat összehozni, a horizontálisnál ott van szánta, ugye ültetvény, nádas, földhasználati kategóriánál is ott van, hogy mit követeltek meg. A szántóban azért lehet szántót gyepként igényelni. Aztán a zonálisoknál a MTT, magas természeti értékű területnél tuzokvédelmi szántó, kékvércsevédelmi szántó, alföldi madárvédelmi szántó és a hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó. Ezek zonális programok, csak MTT-n igényelhetőek. Ezek természetvédelmi célú intézkedések. Alatta az már jobban látszik, a szín jobb. Erózióérzékeny szántó, belvízérzékeny szántó, aszályérzékeny szántó. Ez is tulajdonképpen újként jött be. Ez főleg környezet és vízvédelmi szerepe van, de zonális program. És aztán jönnek a zonális gyepek, a tuzokvédelmi, az alföldi madárvédelmi, a hegyi dombvidéki és a nappali repke védelmi gyep. Ez MTT-ként jelenik meg. És van egy másik gyep kategória még, ami szintén zonális, ez a belvíz érzékeny gyepeknek a területe. Nem bírtam rájönni, sok település határt átnéztem a MEPAR-ba, hogy egyik gyep miért belvízérzékeny, a másik miért nem. Főleg azért, mert a június elején régi fotókon sokszor látszott a víz a nem belvízérzékenyen is, de hát ennek biztos megvolt egy logikája. Tehát ezek voltak az igényel megnyelhető programcsomagok. És ami a lényeg, az előbb arról beszéltem, hogy ezzel kecsegtettük a gazdákat a előadások során, amikor pályázta is AKG-ra mozgalom volt tavaly ősszel. Itt látszott, hogy és ez az érdekes, hogy a korábbihoz képest, és ez azt hiszem a mostani sajtóhíreket is magyarázza, hogy miért van az, hogy a horizontális szántóban viszonylag sokan nyertek. Korábban nem volt ekkora összeg az integrált szántóban, tehát 270 euró hektáronként a horizontális szántónál, ez elég magas összeg, ahhoz képest főleg, hogy mondjuk egy túzokvédelmi gyep, az 295 euró, aminek azért egy elég komoly környezet és természetvédelmi vonatkozása van. Legmagasabb összeget az almatermések esetén lehet elérni, de a belvízérzékeny gyep is azért jó számolom, az 75 ezer forint környékén van. Ezért azért komoly előírásokat kell betartani, de meg is érni. Amit nem értek, természetvédelmi szempontból igen nagy értéke a nádasoknak,
aki Natura 2000-es területen gazdálkodik, tudja, hogy még gyepen is tiltja a Natura 2000-es rendelet a nádasok kaszálását. Ennek ellenére csak 50 euróval kompenzálja a tulajdonost, ami messze nem fedezi a kieső jövedelmét és a költségeit. Ezek az összegek, ahogy már mondtam, ezek a maximálisan elérhető összegek, szerintem nagyon kevés az a gazdálkodó, aki mindet elérte. Na, itt van valami automatika is, úgy látom. Ezt már elmondtam, tehát vannak a kötelező előírások, ezt alapcsomagnak is hívhatjuk, illetve a választható előírások, amiből itt van minimálisan két előírást kell választani, maximum két csomag alakítható ki, de ezek már a pályázatírók számára leírt finomságok. És hogy hogy néz ki egy ilyen? Nem tudom, mennyire látható, tehát inkább olvasom. Tehát a A betűvel jelzett az az alap, tehát ami kötelezően be kell vállalni. Ez például a horizontális szántóra 40 eurót postát. Itt a vízzel telített talaj, minden nemű gépi munkavégzés tilos, hát elég bolond az, aki rámegy traktorral egyébként is alárakad. Tilos szennyvizet, szennyviziszapot kijuttatni, zöld tárgya növény vagy istálló tárgyázás. Na ez lesz érdekes, hogy ezt ilyen nagy üzemek, akik csak növénytermesztéssel foglalkoznak, hogy tudják megoldani. Honnan szerez egy istálló tárgyát, bár szerintem a zöld tárgya növénnyel, meg a baktérium tárgyával ezt meg tudják oldani. A táblaméret is érdekes, de ezt meg tudják oldani. Szűkített növényvédőszer hatóanyag, erőttem szóló előadó, erről nagyon sok mindent elmondott, nem is mondanék többet. Az a lényeg, hogy gyakorlatilag egyre több növényvédőszer kell a kívánt hatás eléréséhez. Ez a szűkített, ez az eléggé korlátoz. És a választhatóknál látszik, hogy talajvizsgálat elvégzése, középmélazítás, táblák maximális méret, azért 22 eurót, valaki bevállalta, hogy maximum 5 hektáros egy táblája. Ez kisebb gazdáknak jó, nagyoknak nem volt annyira jó. És akkor így megy sorozatosan a választható. Fémzáról szaporítóanyag felhasználás 15 euró, növényvédelmi, talajvédelmi szakirányító bevonása gazdálkodásban 23 euró. Néha úgy éreztem, hogy ilyen szakmai lobbik, tehát a növényorvosi kamara, az addig járt, amíg el nem érte, hogy ezért 20 eurót adjanak, hiszen így az embereinek biztos megélhetése van a következő évben. De ugyanez vonatkozik az AKG szaktanácsadókra is, akik közé én is tartozom, tehát ne szidjuk a más portáját. A támogatás intenzitás. Tehát itt próbáltak a pontozási rendszerben is, hiszen a 300 hektár feletti gazdaságok mínusz 10 ponttal indultak, illetve tehát kedvezni a kicsiknek, gyakorlatilag degresszív a szántó támogatás. 300 hektár alatt kapja csak meg a 100%-ot horizontális szántóba, aki gazdálkodik, 1200 hektár fed már csak 50%, ráadásul ott már a sapsra jár csak a zöldítés, tehát azért nem egy túl vastag pénz. És hát itt leírja, hogy a üzemméretben mindig az évi kérelem számít, tehát ez változhat évről évre, attól függően, hogy sikerül bérbe venni, vagy hogy járnak le bérletek tőletekre. Gyepnél nagyon érdekes még, és ez egy nagy különbség az AKG és az ÖKO között, tehát ha valaki ökológiai gazdálkodóként használ gyepet, akkor ha jól emlékszem egy fejből 144 euró a gyep, és 87 euró amit kaszálóért kaphat. Aki viszont AKG-ba teszi ugyanezt, ott kicsit magasabb az összeg, de 69 eurót levonnak belőlem, a Natura 2000-es támogatás az nem akarják, hogy halmozódjanak a támogatások, tehát az így lekerül. Ökóba viszont hozzáadódik ez a 87-hez vagy 144-hez, és akkor már mindjárt pariba van a kettő, vagy egy kicsit jobb pénzt hoz az ökó. Emlegettem sokat a MTET területeket, hát itt, ahol vagyunk, ez bőven MTET, a 7.4-es, az egész környék. Tehát itt a zonális programokra lehetett pályázni, hogy mekkora sikerrel, azt mindenki tudja, meg gondolom már mindenkihez megérkezett a levél. Az olyan lehetett, mint annak egy egyetemi felvételi, hogy vékony boríték, vastag boríték, de ahogy hallom, a zonálisban elég rossz a nyerési arány, tehát nem minden körül most a rendszernek. Látszik azért, hogy a Tiszamente, a Holtobágy térsége, az MP-n és itt ez a Bereg és a Tiszahát, ez ami természet és környezeti értékekben még ma is nagyon gazdag része az országnak, és ide összpontosulnak az MTT területek jelentős mértékben. Most ez csak ilyen rémisztésként
tettem fel, hogy amikor van, aki nyert, úgy örül, mint a politikus, hogy megnyertem a választást, aztán megráncosodik, megőszül 4 év alatt. Ez, itt 5 év van rá körülbelül, de ez a leírás annak, hogy mit kéne betartani. A nagyon kíváncsi emberek számára ezt évekbe is elhoztam, tehát rá tudunk menni, és tudjuk nagyítani egyes betartandó intézkedéseket, de vannak érdekes történetek, tehát a saját földemen tapasztaltam most azt, hogy április 15-ig lehet talajművelést folytatni Tuzokosszántón. Hát 15-én még gumicsizmámat ott hagytam, úgy mentem vissza, értem Esztélám, mert olyan belvizes volt az egész. De viszont a művelési kötelezettségem megvan, de utána már nem végezhetek talajfelszín mozgatásával járó munkát, tehát elég nehéz ezeket betartani, igaz, hogy jó pénzt adnak érte, és nagyon bonyolult a rendszer, ez is látszik, azért elrémisztésképpen vetítettem ezt. Ugyanez gyepeknél annyival egyszerűbb, hogy alulra már befért egy sor szürke marha, de itt is azért nagyon bonyolultak az előírások. És akkor, amikor itt országosan felháborodás volt, a ponthatárok, nem tudom mennyire olvasható, ez is megvan külön, de az a lényeg, hogy a horizontális szántót 60 ponttal lehetett elérni, és egy zonális túzokvédelmi szántót meg 59-el. Tehát én úgy gondolom, a természeti érték egy horizontális szántónak, ahova egy kis rafkóval be lehet pályázni, meg ha bevállalok 6 méteres szegét, vagy nem vállalok, tehát viszonylag könnyen lehetett nyerni. Valahol az aránytalanság nem egy pont különbség van, egy tuzokvédelmi terület, annak a természeti környezeti értéke meg egy horizontális szántó között. Így húzták meg a ponthatárokat sokak bosszúságára. Mondjuk egy horizontális nárdas már 50 eurója sokkal kevesebb, de akkor sem annyira vidámító. Ez is megvan jépekben, hogyha nagyobb akarnánk a későbbiekben látni. Tartom az időmet? Akkor most mondom azt, hogy köszönöm szépen a figyelmet.